az idei év első felében még a mi területünkön lépett be az Európai Unióba a legtöbb illegális bevándorló, közel 100 000 ember, akiknek több mint 80%-a fiatal férfi volt. Az Európai Unió vezetői semmit sem tettek azért, hogy ezt a határt megvédjük, ezért mi magunk kezdtünk cselekedni. Az elmúlt hónapokban sikeresen állítottuk meg az inváziót. Most újra rend és nyugalom honol Ásotthalmon, amely ma már Európa egyik legbiztonságosabb települése. A helyi erők mellett jelenleg is magyar katonák és rendőrök védik a határt, és ha bárki át akar jönni törvénytelenül, a kerítést megrongálva a határon, akkor azonnal letartóztatjuk és bíróság elé állítjuk. A visegrádi csoport országai, Lengyelország, Csehország és Szlovákia küldött segítséget, így most már a magyarok munkáját lengyel, cseh és szlovák rendőrök is segítik itt a magyar-szerb határon. A probléma azonban nem oldódott meg, mert az Európai Unió vezetői nem akarják a példánkat követni. Továbbra is egyre nagyobb számban, teljesen ellenőrizetlenül özönlenek az illegális bevándorlók Európába, csak most már elkerülik Magyarországot. De az irány bármikor változhat, és ha Európa elpusztul, akkor mi is elpusztulunk. Meg kell védenünk az egész kontinenst. Hívok ezért minden cselekvő európait Ásotthalomra 2015. december 19-20-ára egy találkozóra, ahol bemutatjuk a működő határvédelmet, és létrehozunk egy olyan nemzetközi információs hálózatot, amely európaiak millióinak a szemeit nyitja majd fel. Ha ülve maradunk, áldozatokká válunk. Ha felállunk és cselekszünk, akkor győzhetünk.